Területi együttműködés, közösen dolgoznak a hatékonyabb szociális ellátásért. Új gépek, korszerű eszközöket vásárolt a Sóstúr Gyógyfürdők ZRT. 10. születésnap, ajándékkal várja a 10 év alatti gyerekeket a sóstói élményfürdő. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Végéhez ért a Területi Együttműködés Segítő Programok a Nyíregyházi Járás Területén című Európai Uniós projekt. Az áprilisban kezdődött rendezvények célja volt, hogy együttműködést dolgozzanak ki Nyíregyháza és a Nyíregyházi Járás 15 települések között annak érdekében, hogy a szociális ellátásokat igénybe vevők minél jobb ellátásban részesüljenek. Nyíregyházát és a környezetéhez tartozó 15 járási települést érintette a több mint 19,5 millió forintos Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázat, amely a települések közötti együttműködés erősítését célozta meg. 2015. áprilisában indult a program, amelynek keretein belül a közszolgálatban és a civil szférában szociális területen dolgozókat készítette fel egy jobb minőségű, hatékonyabb ellátásra. Ennek érdekében kerekasztal beszélgetéseken, tréningeken, lakossági tájékoztatón és képzéseken vehettek részt a területen dolgozók. Mindezek mellett egy háztartási panel szociológiai felmérés is elkészült a közreműködő településeken. Nagyon fontos számunkra az, hogy már nem csak nyíregyházi közigazgatási határon belül mozgunk és gondolkodunk, nem csak kistérsításás szintjén, ami nyíregyházat is 8 település jelent, hanem járási kitekintést tudtunk tenni. És azt gondolom, hogy annyira széles egységet képez nyíregyháza és vonzás között a járás, hogy amikor a szociális témáról és területről beszélünk, akkor nem lehet kezelni a szociális problémákat vagy beavatkozni, anélkül, hogy tudnánk, hogy mi történik a kistérségünkben. Ez egy nagyon fontos eredmény. A projekt során olyan felmérésekhez jutottak a szakemberek, amelyek korábban nem segítették a munkájukat. Az elmúlt fél évben a szociális területen dolgozók tapasztalatokat szereztek, amit a folyamatosan változó szabályrendszerben alkalmazni tudnak. Nagyon szívesen jöttünk, minden alkalommal itt voltunk, igyekeztem minden kolléganőt minden területről bevonni ebbe a rendezvénysorozatba, és nagyon jó volt az együttműködés, rálátást kaptunk a kistérség, azon túl még a járás szociális ellátásaira, nem csak a szociális szolgáltatás, hanem minden településen megismertük a pénzbeli és természetbeni ellátásokat is, kapcsolatokat építettünk. A pályázat kötelezően megvalósítandó tevékenysége volt a járás területére vonatkozó esélyteremtő programterv elkészítése, amely a járáson belül felmerült problémák komplex kezelésére tett javaslatot. Megerősödtek a magyar egyetemek és főiskolák az új felsőoktatási stratégia bevezetése óta. Ezt mondta Rétvári Bence Nyíregyházán. Az EMMI államtitkára Vinnai Győzővel, a Fidesz politikusával közösen tartott sajtótájékoztatót. Az államtitkár és az országgyűlési képviselő úgy nyilatkoztak, a kancellárok munkába állítása, a felsőoktatási törvény megváltoztatása és az intézmények konszolidálása együtt azt eredményezte, hogy az egyetemek és főiskolák biztosabb lábakon állnak. Rétvári Bence hangsúlyozta, a kormány felére csökkentette a felsőoktatási intézmények adósság állományát az elmúlt egy évben, és ennek köszönhetően a készpénz állományuk 2-3-szorosára emelkedett. Szerinte ebben nagy szerepet játszott a kancellárok tevékenysége is. Az államtitkár a szabolcsi megyeszékhelyen arról is beszélt, hogy a Nyíregyházi Főiskola 2016. január 1-től alkalmazott tudományok egyeteme címet kap. Ez egy fontos változás az itteni felsőoktatás életében, elsősorban elismerése annak a munkának, amit a Nyíregyházi Főiskola egyetemi polgárai, és itt a város vezetése, a megye vezetése az elmúlt években tett a főiskoláért, az ott tanulókért. Maga az alkalmazott tudományok egyeteme, mint kategória, egy professzionális képzőintézményt fed, amelyik az egész környéknek, régiónak, térségnek a gazdasági társadalmi igényeit elégíti ki. Speciális takarítógépeket, fűnyírókat, pihenő ágyakat és egy rendezvénysátort is vásárolt a Sóstúr Gyógyfürdők ZRT. A nyíregyházi fürdőket üzemeltető önkormányzati cég a kiemelt Sóstúr fejlesztési projekt forrásaiból vásárolta az eszközöket, amelyekkel a vendégek kényelmét igyekeznek fokozni. A gépeket már használatba is vették. Tiszta, rendes, a személyzet pedig nagyon
odafigyelés, kedvesek. Így nyilatkozott az Aquarius élményfürdőről az egyik vendég, miközben a medencében élvezte a gyógyvíz jótékony hatását. A víztől nem is távol két speciális medencetisztító látható. Többek között ezeknek az eszközöknek köszönhető, hogy gyorsan és hatékonyan lehet kipucolni a medencék alját és szárazon tartani a közlekedési útvonalakat. Az élményfürdőben a takarítógépek mellett vadonatúj pihenőágyakat is vettek. Ezek a most beszerzésre kerülő eszközök nagyban elősegítik az ide érkező vendégeink pihenését. Többek között a 140 darab pihenőágy, illetve az őket kiszolgáló takarítóeszközök, mint például medence porszívó, ami teljesen önjáró, illetve olyan nagy teljesítményű takarítógép, amelyet azonnal be lehet vetni egy esetleges víz kifröccsenés és a balesetek megelőzése érdekében. A takarítógépek és a pihenőágyak mellett a pázsit gondozására és a lehulló falevelek összegyűjtésére is alkalmas fűnyírót is beszerzett a Sóstúgyógyfürdők ZRT. Ősszel már ezzel szedtük a faleveleket. A speciális nagy teljesítményű fűnyíróból összesen 4-et vett a cég, 3-at azonban a nyírvévének adtak át üzemeltetésre. Ezekkel Sóstúgyógyfürdők közterületeit fogják gondozni. Az élményfürdő vezetése arról is beszámolt, hogy rendezvénysátorral is gazdagodtak. A 15x35 méteres sátrat különböző fesztiválok alkalmával fogják használni. A vendégek kényelmét fokozó eszközök 35 millió forintba kerültek. A szükséges forrásokat a fenntartható és komplex szolgáltatásfejlesztés Sóstón elnevezési projektből biztosította a fenntartó önkormányzat. Lezárult a települési szennyvizek innovatív és környezettudatos tisztítása és a szennyvíz iszapok környezetbarát elhelyezése elnevezésű projekt a Nyíregyházi Főiskolán. A kutatócsoport augusztus végétől dolgozott a tudományos programon, amelynek eredményeit a későbbiekben a gyakorlatban is kamatoztathatják. Szennyvíz és az életet adó víz voltak a kulcsszavai annak a projektnek, amelyen közel 4 hónapon keresztül dolgoztak a Nyíregyházi Főiskola szakemberei. A 220 millió forintos vissza nem térítendő Európai Uniós forrásokból megvalósuló pályázat során a kutatók olyan módszereket fejlesztettek ki, amelyek segítségével ki tudják vonni a szennyvízből a belekerült gyógyszermaradványokat. Ebben a projektben ugye a szennyvíz kezelése az egy nagyon fontos dolog volt, de a projektben arra is szerettünk volna rámutatni ismeretterjesztéssel, tudományos ismeretterjesztéssel, hogy a víz problémája nem ismer határokat. Magyarországnak ez különösen aktuális, mert hogy a felszíni vizeink, a folyóinkból érkező víznek a több mint a 90%-a az valonnan külföldről jön. És ha a szomszédos országokkal nincsenek megfelelő egyezményeink ezzel kapcsolatban, akkor hát hogy is mondjam, csak mi isszuk meg a levét ennek a dolognak. A tudományos munka fontos eleme volt, hogy nem csupán a szomszédos országokkal kötöttek vízzel kapcsolatos kutatási együttműködést, hanem svéd partnerekkel is. Mindezeken kívül a főiskola érdeklődő hallgatóinak is tartottak előadást arról, milyen szerepet játszik a víz az emberek életében. Az augusztus végétől tartó programban a svédeken kívül ukrán, román, lengyel és szerb kutatókkal is együtt dolgoztak a nyíregyházi szakemberek. Egyértelmű, hogy a tudomány az nemzetközi, tehát ezt másképp nem is lehet elképzelni. Felfigyeltek azokra a munkákra, amit végzünk a szennyvízszaptisztítás kapcsán, ők is hasonló vizsgálatokat végeznek, ma előadást tartanak, majd lefordítjuk a diákoknak, résztvevőknek, mert angolul fognak előadást tartani, és szeretnénk közösen Európai Uniós pályázatokra jövőre, illetve 2011-ben pályázni. A november végéig tartó projekt a környezettudatosság fontosságára is felhívta a figyelmet. A szakmai kutatócsoport mellett a Nyírségvíz ZRT munkatársai is részt vettek a feladatokban, akik a témával kapcsolatos eddigi tapasztalataikat osztották meg a program résztvevőivel. A projekt eredményeiről 3 tervtanulmány készül, amely alapja lehet későbbi tudományos kutatásoknak. Idén is megtartották a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egészségügyi szakdolgozók tudományos napját. Nyíregyháza már 11. alkalommal adott otthont a rendezvénynek. A Debreceni Egyetem egészségügyi karán megrendezett tudományos napon előadások hangzottak el, többek között a dohányzásról és leszokásról, az antioxidánsok tumor preventív hatásairól az élelmiszerekben, az informatikai eszközök túlzott használatának az egészségre gyakorolt hatásairól és az internetfüggőségről. A rendezvényen a kiváló munkát végzett egészségügyi dolgozókat elismerésekkel jutalmazták.
Az általános és középiskolás diákok pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismereteinek fejlesztése áll annak a projektnek a középpontjában, amelynek első multiplikációs rendezvényét tartották Nyíregyházán. Az Erasmus Plus elnevezésű program összefogva szlovákiai és romániai magyar tannyelvű iskolákkal az oktatás növelése érdekében dolgoz ki és terjeszt új, innovatív módszereket. A gazdasági válság kirobbanását követően számos kutatás készült, amelyekből kiderült, hogy valamennyi társadalomban a lakosság pénzügyi kultúrája, gazdálkodási ismerete alulfejlett. Az OTP Fáy András Alapítvány 2012-ben indított egy programot, amelynek célja a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási oktatási képzési rendszer továbbfejlesztése, valamint határon túli megjelenése és új edukációs anyagok kidolgozása. Ennek érdekében tovább fejlesztve a már meglévő projektet, létrehozta az Erasmus Plus-t. Az alapítvány összefogva két szlovákiai és romániai magyar tannyelvű oktatási intézménnyel az edukáció minőségének növelése érdekében a határainkon túlra is terjeszkedik, uniós szinten elfogadott, új, innovatív módszereket dolgoz ki, alkalmaz és népszerűsít. A projekt 3 éves időszaka alatt új tananyagok születnek, már meg is születtek, és igazából ennek a mai rendezvénynek ez az apropója, hogy bemutassuk a teljes mértékben a saját fejlesztésű tananyagainkat, tehát az alapítványnál 2012 óta dolgozó trénereink azok, akik a fejlesztő csapatnak voltak a tagjai, és ők dolgoztak ki 4 olyan modult, amely az Európai Uniós ismereteket dolgozza fel. A modulok inspiratív elemekkel színesítik az oktatást, illetve az úgynevezett edutainment, azaz a szórakozva tanulás elve alapján igyekeznek a gyakran száraznak tűnő financiális, gazdasági ismereteket átadni az általános és középiskolás diákok számára. A gyerekek csoportokban érkeznek, az iskolák vagy minket keresnek meg, vagy mi keressük meg az iskolákat, és akkor eljönnek egy 4 órás foglalkozásra. Ez nem a hagyományos tanórai keretek között zajlik, tehát nem 45 percesek az órák, hanem hosszabb blokkokból áll egy tréning modul, és akkor ennek során olyan változatos prezentációkkal, illetve gyakorlatokkal hozzuk közelebb a gyerekeket az anyaghoz, amik gyakorlatilag azt segítik elő, hogy ők könnyebben be tudják fogadni ezt a amúgy egyébként picit száraz anyagot. A projekt részeként hamarosan Nyíregyházán is új okioktatási központ nyílik, ahol a fiatalok betekintést nyerhetnek az új edukációs módszerekbe. Születésnapi ajándékkal várják a vendégeket az Aquarius élményfürdőben. 10 éves a sóstói létesítmény, s az ünnepi alkalomból most a 10 év alatti gyermekeket ajándékozzák meg. Mindjárt jönnek a részletek, előtte azonban nézzük a NAV további híreit. Változik a biohulladék szállítás rendje Nyíregyházán. A térségi hulladékgazdálkodási KFT a biohulladék szállításba bevont családi házban élőktől november 30-a és március 27-e között a növényi eredetű bomló szerves hulladékok elszállítását havonta egy alkalommal a téli hónapok második teljes hetén végzi el a szokott napokon. A biohulladék szállítási hetek a következők lesznek: 2015. december 14-i hét, 2016. január 11-i hét, 2016. február 8-i és március 14-i hét. Jelentős anyagi kárral járó baleset történt ma a Debreceni úton. Egy személygépkocsi a belvárosból kifelé a felüljáró felé tartott. Vele szemben egy másik autó közlekedett, amelynek menet közben leesett a dísztárcsája, és az neki csattant a másik személyautónak. A sofőr ezután elhajtott a helyszínről. A felüljáró felé haladó gépkocsiban jelentős anyagi kár keletkezett, az autó vezetője ezért kihívta a rendőrséget. Ismeretlen személy ellen eljárást indítottak. Forgalmi rendváltozás történt Nyíregyházán a Keskeny utcán, az utat egyirányosították, az autósoknak a Keskeny köz felől tilos behajtaniuk. Forgalomkorlátozást vezettek be a 41-es számú főút nyíregyházi szakaszán az Orosi úton, a Család utca és Törzs utca közötti szakaszon a szélső forgalmi sávot lezárták, mert az útszakaszon dolgoznak, szintbe helyezik az aknafedeleket. Születésnapi ajándékkal várják a vendégeket az Aquarius élményfürdőben. 10 éves a sóstói létesítmény, s az ünnepi alkalomból most a 10 év alatti gyermekeket ajándékozzák meg. Az élményfürdő emellett kedvezményes jegyárat és új szolgáltatást is kínál a szauna kedvelőinek.
5.275.000 köbméter termálvíz és 861.000 köbméter hidegvíz, több mint 600 fő alkalmazott, 1.252.800 munkaóra, 2.813.000 vendég és több mint 5 milliárd forintos árbevétel. A Sóstói Parkfürdő és Aquarius Élményfürdő elmúlt 10 éves számokban. 10. születésnapját ünnepli az Aquarius Élményfürdő, és ebből az alkalomból most az ünnepelt ad ajándékot. A látogatókat nem mindennapi akcióval várják. November 30-ától jövő hét hétfőtől egészen vasárnapig és szülinapi hét lesz, ez alatt a hét alatt pedig minden 10 év alatti vendégünk 10 forintért látogathatja az Aquarius élmény és gyógyfürdőt. Szerettük volna az, hogy a 10 éves élményfürdő ezzel ajándékozza meg a gyermekeket, hiszen az élményfürdő ebben a téli időszakban nyilvánvalóan a gyermekvilága és az egész csúszdavilággal, pont ezeknek a gyermekeknek, a 10 év alatti gyermekeknek igazán nagy öröm. És hát itt a Mikulás, legyen ez egy kicsit a Mikulás hét is, és ezért egy kicsit összedolgoztuk ezt a születésnapot a Mikulás hétvégével, és úgy gondoltuk, hogy akkor egy egész héten keresztül álljon rendelkezésre ez az ajándék a 10 év alatti gyermekeknek. A 10. születésnapját ünneplő Aquarius élményfürdőben egy különleges élmény, szauna szeánsz is várja majd a vendégeket. Azoknak a látogatóknak, akik a létesítményben csak a szaunát szeretnék igénybe venni, egy speciális jegytípust kínálnak. Délután 4 órától 2500 forintért válthatják meg belépőjüket, amely a szaunatérre és a gyógyászati termálvilágba érvényes. A kedvezményes jeggyel a wellness térben mindössze 60 percen át tartózkodhatnak. Ennyi idő áll rendelkezésükre, az átöltözésre, majd a felöltözésre, illetve a büfében való fogyasztásra. Ha a vendég egy órán túl is szeretne a wellness térben tartózkodni, úgy percenként 16 forintot számol fel a rendszer, maximum 1000 forintig. Újdonság, hogy az élményfürdőben szauna szeánszat is tartanak, a megadott időpontokra plusz 500 forintért válthatnak majd jegyet a látogatók. A 15 perces ceremóniát szaunamester vezeti. A szauna szeánsz ideje alatt a szaunamester, ugye ez alatt a 15 perc alatt, a benti légrétegződés megbontja a szaunában, és azt a illatosított illóolajjal kevert vizet rocsol a kályhára, és ezt a forró párát, illetve a benti forró levegőt különböző sebességgel ütközteti az erre alkalmas különböző eszközeivel, szaunazászlójával és a ventiláló törölközőjével, és ezzel egy nagyon különleges élményt kelt a vendégekben. És ez felelős egyébként a magáért, a stresszoldásért, mert ilyenkor az agyalapi mirigyünkben endorfin szabadul fel, ami szétárad a testünkben, és ezáltal elérjük azt a fajta hatást, illetve hatással van még az érzelmeinkre, tehát emocionális és a mentális stresszoldásra is, azáltal, hogy itt egy valódi közösséget kell teremtsen percek alatt, és általában azért ezek nagyon-nagyon jó hangulatban, tehát szórakoztatóan zajlanak. Az első szauna szeánszokat december 4-én és 5-én tartják majd. Sorsoltak ma a labdarúgó magyar kupában, a Nyíregyháza Spartacus a legjobb 4 közé jutásért a Debrecent kapta ellenfélnek. Az első találkozót február elején rendezik. Több mint egy évtized után játszott ismét nemzetközi kupa meccset a Fátum Nyíregyháza. A csapat a szerb Stara Pazovát fogadta a BEM iskolában. Az első játszmában jobban kezdett a Stara Pazova, és hamar 5 pontos előnyt szerzett. A jó vendégblokkok mellett az ütők is pontosan játszottak, és egyre nagyobb lett a különbség. Hiába próbálkozott cserékkel Kőhalméri Hárda, a hazaiak vezetőedzője. A szerbek nagyon dinamikusan játszottak, és 25-11-re nyerték az első szettet, főleg Trivunovic volt elemében. A második szett eleje szorosabb eredményt hozott, sokat javult a Nyíregyháza védekezése, és a jó blokkoknak köszönhetően 5-5-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Az első technikai szünet után azonban meglépett a Stara Pazova, és 4 pontos előnyt szerzett. A center Mürdek volt ekkor hatékony, a Nyíregyházában pedig Ramdin támadott pontosan. Nagy hajrába kezdtek a hazaiak, és Kundrák nyitásainak köszönhetően 17-17-nél egyenlítettek, sőt 20-19-nél a vezetést is átvették. Izgalmasan alakult a végjáték. Dallen Ramdin jó blokkjával végül 26-24-re nyert a Fátum Nyíregyháza és egyenlített. A harmadik szett elején villámrajtot vett a házigazda és 6-2-re vezetett. A technikai szünet után viszont fordítottak a vendégek, de szoros volt az állás. A játszma hajrájában egymás után több alkalommal is pontosan támadott a Stara Pazova és nyerte a szettet, ezzel eldőlt, hogy a szerb gárda jutott tovább.
A negyedik játszma elején sok volt a rontás mindkét oldalon, a vendégek stabilizálták hamarabb a játékukat, és a második technikai szünetnél 16-11-re vezettek. A különbség a folytatásban tovább nőtt, és a végén nyerte a szettet, és ezzel együtt a mérkőzést is 3-1-re Asztarapazova, és a legjobb 32 közé jutott. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Végéhez ért a Területi Együttműködés Segítő Programok a Nyíregyházi Járás Területén című Európai Uniós projekt. Az áprilisban kezdődött rendezvények célja volt, hogy együttműködés dolgozzanak ki Nyíregyháza és a Nyíregyházi Járás 15 települések között annak érdekében, hogy a szociális ellátásokat igénybe vevők minél jobb ellátásban részesüljenek. Speciális takarítógépeket, fűnyírókat, pihenő ágyakat és egy rendezvénysátort is vásárolt a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. A nyíregyházi fürdőket üzemeltető önkormányzati cég a kiemelt Sóstó fejlesztési projekt forrásaiból vásárolta az eszközöket, amelyekkel a vendégek kényelmét igyekeznek fokozni. A gépeket már használatba is vették. Születésnapi ajándékkal várják a vendégeket az Aquarius élményfürdőben. 10 éves a sóstói létesítmény, s az ünnepi alkalomból most a 10 év alatti gyermekeket ajándékozzák meg. Az élményfürdő emellett kedvezményes jegyárat és új szolgáltatást is kínál a szauna kedvelőinek. A pénteki hír összefoglalónkat látták. Legfrissebb információkkal hétfőn este jelentkezünk majd ismét, vasárnap pedig advent első napja lesz, ne felejtsenek majd gyertyát gyújtani. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!